Veszélyes munkakörök, nő a munkahelyi balesetek száma 2013 óta. Tavaly például mintegy 23 ezer ilyen baleset történt Magyarországon, amelyből 80 halálos volt. Kevés a szakember. A szakképzett munkaerő nagy része Dunántúlon vagy külföldön dolgozik, ezért szakácsot, konyhai kisegítőt és felszolgálót is nehezen találnak a helyi vendéglátóegységek. Nyíregyháza az év városa 2016-ban. Az Utazó magazin idei szakmai és közönség szavazatai alapján immár harmadik éve a Szabolcsi megye székhely hozta el az elismerést. Folyamatosan nő a munkahelyi balesetek száma 2013 óta. Tavaly például mintegy 23 ezer ilyen baleset történt Magyarországon, amelyből 80 halálos volt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az építőiparban és a feldolgozó iparban történik a legtöbb halálos munkabaleset, amelyek hátterében elsősorban a figyelmetlenség és sok esetben a megfelelő tájékoztatás hiánya áll. A bújtosi szabadidőcsarnok felújítási munkálatai közben zúzott halálra egy munkást egy nagy tömegű gerenda 2015 novemberében, ebben az évben 86-an, 2016-ban pedig ennél valamivel kevesebben 80-an haltak meg ilyen balesetekben Magyarországon. Az összes munkabalesetet tekintve a 2013-as év volt a vízválasztó, ettől az évtől kezdve ugyanis minden évben emelkedett az ilyen esetek száma. Tavaly például 23.003 napon túl gyógyuló sérüléssel járó munkabaleset történt az országban. A szakemberek szerint a baleseti okok közt leggyakoribb a figyelmetlenség, a mechanikai veszélyforrások elleni biztonsági berendezések hiánya, működés képtelensége, az egyéni védőeszközök hiánya vagy viselésének elmulasztása, hangzott el a megyei kormányhivatal munkavédelmi nyílt napján. A ágazati besorolásban, hogy mely ágazatok azok, amelyben a legtöbb munkabaleset történik, első sorban a feldolgozóipar, a gépipar, a fuvarozás, tehát a szállítmányozás, mezőgazdaság, és az oly állított építőipar az szerencsére, tehát az összmunkabalesetek számánál a végén kullog, viszont a halálos balesetek tekintetében pedig ez a rész ez megfordul, tehát az építőipar van elől, ott, ahol súlyos és halálos balesetek történnek, az főleg építkezés, utána szintén a feldolgozóipar és a gépipar. A fórumon gyertyagyújtással és egyperces csenddel emlékeztek meg a munkahelyi balesetek következtében elhunyt munkavállalókról. A fórum ezután munkajogi kérdésekről szóló előadásokkal folytatódott, amelyek érintették az érvénytelen vagy színlelt munkavállalói szerződéseket, az ezzel kapcsolatos leggyakoribb formai hibákat, de szó esett a fekete foglalkoztatás jelenlegi helyzetéről is. Gyakorlatilag azt tudom mondani itt a Nemzetgazdasági Minisztérium adatai alapul véve, hogy egy olyan 12% az átlagos létszám a foglalkoztatottak tekintetében, aki így módon a fekete foglalkoztatással érintett. Gyakorlatilag ez évek alatt egy stagnáló létszámot jelent, egy pici mértékű romlás következett be a 2016 évre vonatkozóan. A fórum résztvevői előadásokat hallgathattak meg a munkabalesetek bírósági megítéléséről, valamint a munkavédelmi hatáskörök ellátásában bekövetkezett változásokról is. Jelentős a szakember hiánya az éttermekben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A szakképzett munkaerő nagy része Dunántúlon vagy külföldön dolgozik, ezért szakácsot, konyhai kisegítőt és felszolgálót is nehezen találnak a helyi vendéglátóegységek. Pedig ez a szezon elején különösen fontos lenne. Ósa Krisztián az egyik nyíregyházi étterem konyhafőnöke. Ő azoknak a keveseknek az egyike, aki lakóhelyén dolgozik szakácsként. Az elmúlt egy-két évben kifejezetten hiány szakmának számít az övé, ennek több oka is van. Jelenleg 8 tanuló dolgozik a keze alatt, de véleménye szerint már az jónak számít, ha közülük egy-kettőt úgymond kinevel. A diákoknak mindig felhívja a figyelmét, hogy a szakácsok akkor dolgoznak, amikor más pihen, a folyamatos továbbképzés pedig elengedhetetlen a szakmában. Ez is lehet a munkaerő hiány oka. Szakember hiányon köszönhető ez, hogy szakképzett emberek elmennek külföldre dolgozni, vagy a Balatonra, jobban megfizetik őket. Itt viszont szakember hiányba beszélhetünk arról, hogy akik kijönnek az iskolába, a gyerekek még ez gyengék ez a munkához,
képezni kell őket, nagyon sokáig kell őket tanítani, hogy megszokják az itteni dolgokat, mit hogy csinálunk, másképpen van, mint az iskolában. Itt a gasztronómia folyamatosan fejlődik, újításokat kell csinálni, képezni kell magát az embernek, próbálom rávezetni erre az új kollégákat. Egy évvel ezelőtt még abban reménykedett a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, hogy a szakember hiány nem gyűrűződik be ennyire a vendéglátásba. Erről Krivács András, a szövetség elnöke beszélt televíziónak. Nem csak szakácsot nehéz találni az éttermeknek, konyhai kisegítőből és felszolgálóból is nagy a hiány. Főleg most a szezon kezdetén lenne rájuk a legnagyobb szükség, de az év többi részében is problémát jelent a munkaerőhiány. Legtöbbször az a baj, hogy az iskolából kikerülő diákok azonnal magas fizetésért a legjobb éttermekben szeretnének dolgozni, nem akarják végigjárni a ranglétrát, tette hozzá Krivács András. A szezonalitás, a egyre gyengülő szakmunkás képzés, illetve a benne résztvevő tanulóknak a hiánya, ez óriási gondot jelent nekünk szakembereknek. És természetesen az elvándorlás, ami már itt érezhető a megyében is, egyre több kollega választja munkahelyül a nyugat-európai országokat. De természetesen mindent megteszünk és értékeljük folyamatosan a helyzetet, hogy mivel lehetne segíteni azoknak a kollégáknak, akik úgy döntenek, hogy vagy elmennek az országból és máshol próbálnak szerencsét, hogy jöjjenek vissza minél hamarabb, ott egy megfelelő tudást szedjenek magukba, aztán itt kamatoztassák majd nekünk a megyébe. A szövetség külföldi tapasztalatszerzési lehetőséget is kínál a szakemberek számára. Az Erasmus program keretében egy 4 hónapos nyelvi felkészítő tanfolyam után Olaszországban tölthetnek közel 3 hónapot. A külföldön szerzett tudást itthon kamatoztathatják a vendéglátásban dolgozók. Eddig 27-en vettek részt a programban. Nyíregyháza lett az év városa 2016-ban. Az Utazó magazin idei szakmai és közönség szavazatai alapján immár 3. éve a Szabolcsi megyeszékhely hozta el az elismerést. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Pedig tagja lett a Turisztikai Világszervezetnek. A rangos elismerésekről ma tartottak sajtótájékoztatót a Városházán. Több mint 196 ezer vendégészakát jegyeztek 2016-ban a kereskedelmi szálláshelyszolgáltatók Nyíregyházán. Az elmúlt években folyamatosan bővül a megyeszékhelyre látogatók száma, beleértve az egyre több külföldről érkező turistát is. Az idén megépülő 4 csillagos szálloda tovább növelheti az idegenforgalmat, illetve a városmarketingnek köszönhetően a térség turisztikai attrakcióit kiajánlják Lengyelországba, Szlovákiába, Romániába és Ukrajnába is. Az Utazó magazin idén is Nyíregyházát választotta az év városává, a szakmai zsűri és a közönség véleménye alapján 3. alkalommal a megyeszékhely kapta meg a díjat, és tagja lett a Turisztikai Világszervezetnek is, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Az, hogy az NVTO-ba, a világ legrangosabb, legnagyobb turisztikai szervezetébe felvételt nyertünk, ez tulajdonképpen tovább nyitja számunkra a világot, és olyan lehetőséget jelent, ahol új kapcsolatokra, új tapasztalatokra tehetünk szert, és azt gondoljuk, hogy nem utolsó sorban a város marketing szempontból, a város promóciója szempontjából is előrébb lépünk majd. A turizmus fejlesztéséért tett elmúlt 7 év megalapozza ezt a szakmai elismerést, emelte ki Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón, aki hangsúlyozta, a Turisztikai Világszervezetbe Magyarországról elsőként került be Nyíregyháza. Nem csak a város, hanem a térség gazdaságát is fejlesztik az elmúlt években elindult és a jövőben tervezett idegenforgalmi beruházások. Június végén átadják a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárutat, és hamarosan egy 4 csillagos szálloda felépülhet Sóstón. Az állatkertben lesznek nagyon komoly fejlesztések, a Pangá Ökocentrum építése, lezárult a kivitelezési tender, közbeszerzési eljárás, tehát remélem heteken belül az is megindul, az az építkezés, az a tervünk, hogy a következő évi főszezonra el is készüljön a hotellel együtt. Ezen kívül a látogatócentrumot építünk, ezt már csak a főszezon után váratlan szeptemberben kezdjük az állatkertbe, de sok más egyéb projekt is van, ami ott készül, illetve van egy 1 milliárd forintos pályázatunk, ami a gyógyhelyre, Sóstónak a közterületének a szépítésére vonatkozik. Családbarát turizmus, egészség és gyógyturizmus témakörökben szakmai tapasztalatokkal is szolgálhat Nyíregyháza a Turisztikai Világszervezetben, hangzott el a sajtótájékoztatón.
Az érettségizők csupán 3%-a szeretne agrárterületen tovább tanulni. Kevesen jelentkeznek agrárképzésekre, ezért a mezőgazdasági mérnök és a mezőgépész is benne van a 30 legkeresettebb szakmában. A Nyíregyházi Egyetemen is tapasztalják a stagnálást a jelentkezők létszámában, így a felsőoktatási intézmény képzési portfólióját igyekszik a régióbeli középiskolákkal megismertetni. Katica bogarak jelentősége ugye a levéltetve kirtásában van, a másik az, hogy mindenféle takarónövény, minél több takarónövény, minél több virágzó növény van a területen, az annál nagyobb segítséget jelent a természetes ellenségeknek. A Nyíregyházi Egyetem tangazdaságában féléves összefüggő gyakorlaton vesznek részt a mezőgazdasági mérnök, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgatók. Jelenleg 300-310 fő tanul az egyetemen, agrárszakokon, és bár ezen az egyetemen jelentős visszaesés nem volt a jelentkezésekben, de évek óta megfigyelhető, hogy csökken az agrárszakmák iránti érdeklődés. Míg 2013-ban az agrárfelsőoktatási intézményekben 3741-en jelentkeztek, tavaly már csak 3553-an választottak valamilyen agráregyetemet vagy főiskolát, idén pedig az agrárfelsőoktatásba felvételizők száma 2848 fő. Egyre komolyabb problémát okoz a mezőgazdaságban az agrárszakemberek hiánya. 10-ből 9 gazdaságban szakképzett munkaerőt keresnek, mondta el 35 perc című műsorunkban Kovács Zoltán intézetigazgató. Tény, hogy hiány van ebben a szegmensben, tehát a cégek folyamatosan keresnek minket, hogy végzett hallgatókat próbáljanak magukhoz csábítani, és aki egy picit is a szakmáját el tudja sajátítani, van affinitása, van motivációja ezen a területen, én azt gondolom, hogy ma egyáltalán nem kell attól tartson, hogy nem lesz munkahelye, és nem lesz olyan feladata, amit szívesen végezne. Tehát aki szereti az agráriumot, és szeretne ebből megélni, úgy gondolom, hogy most jó úton jár, hogyha agrárszakmára jelentkezik. A gépjármű technológiától is gyorsabb a mezőgazdasági technikai fejlődés emelte ki az intézetigazgató a beszélgetésben, utalva arra, hogy ma már a számítógép vezérelt traktorokhoz, az önjáró gépek tervezéséhez, működtetéséhez magas szintű informatikai és mérnöki tudás kell. A Nyíregyházi Egyetem agrárszakjain a mezőgazdasági technológiai fejlődéssel is lépést tarthatnak a hallgatók, és más, specifikus szakirányokkal is megismerkedhetnek, ilyen például az ökológiai gazdálkodás. Jelentős vagyonvesztés érte Nyíregyházát a Szarvas utcai irodaház eladásával, mondta a sajtótájékoztatóján Csabai Lászlóné, az MSZP Szabolcs-Szatmár Bereg megyei alelnöke. A politikus szerint az általuk ismert 94 millió forintos vételár irreálisan alacsony. Éppen ezért állami vagy önkormányzati tulajdon értékesítése esetén több értékbecslő véleményére lenne szükség, hogy kiküszöbölhessék a politikai vagy lobby megrendeléseket, mondta Csabai Lászlóné. Még akkor sem igaz ez az ár, vagy valós ez az ár, ha belevesszük, hogy szükséges egy felújítás az épületnél, hiszen még a felújítási költségekkel együtt sem éri el a 80%-os töltöttség esetén a bérlet, éves bérleti díj 6-szorosát, miközben korábban a szocialista önkormányzat ennek a ennél sokkal többért, 9-10-szeresért értékesítette az ingatlanokat. Baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán a László utcán. Egy nyerges vontató vezetője a mellette szabályosan haladó személygépkocsira sorolt, majd az autót maga elé fordította és több méteren keresztül tolta. Személyisérülés nem történt, a rendőrség forgalomkorlátozás mellett vizsgálta a baleset körülményeit. 9 újabb kulturális és épített örökséggel bővült a megyei értékek listája. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 5. alkalommal rendezték meg Nagyhalászban az országos baptista sakkupát. A Csuha Antal Baptista Általános Iskolában 18 intézmény 185 diákja ült asztalhoz. A fiatalok 5 korosztályban mérték összetudásukat. Az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága ebben az évben is megrendezi a Magyar Kupa idei kiírásában legtovább jutó csapatok részére a megyei elődöntőket, majd döntőt. Június 7-én a Rakamaz a Baktaló rendházát, a Nyírkarász pedig a Balkányt fogadja.
9 újabb kulturális és épített örökséggel bővült a megyei értékek listája. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság május 8-án több kategóriában vett fel új értékeket. Többek között a nagydobosi sütőtök, a tuzséri lónyai kastély, a bátorligeti ősláp és a megyeháza épülete is bekerült a megyei értéktárba. 1892-ben Alpár Ignác műépítész tervei alapján épült meg a megyeháza. A Nyíregyháza Hősök terén található eklektikus stílusú épületben ekkortól tartják a közgyűléseket a megye vezetői. A műemléképület most 8 másik megyei értékkel együtt bekerült a megyei értéktárba. A helyi települési és a megyei értéktárbizottság munkájának köszönhetően egyre gyarapszik a lista. Most már 82 értéknél tart a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéklista, és a legutóbbi bizottsági ülésen 9 értékkel bővült, így alakult ki ez a szám, és valóban mi is az értékeket böngészve vettük azt észre, hogy a megyeháza épülete bizony még nem szerepel ebbe az értéklistába, ami egy nagyon komoly hiátus, és ezt természetesen most pótoltuk is, és azért tartottuk itt ezt a sajtótájékoztatót, azért állunk itt, hogy ezzel is szimbolizáljuk, hogy bizony a megyeháza, mint épület, mint épített örökség, nem csak a megyének egy nagyon fontos értéke, hanem az országnak is, hiszen az egyik legszebb, hanem a legszebb megyeháza épülete. A bátorligeti ősláp, a bátorligeti fényerdő és nyomási nagylegelő, a vitkai palántasor, a nagyari petőfifa, a tuzséri lónyai kastély, a nagydobosi sütőtök, Koszta Zoltán kisvárdai bőrművesmester művészete is felkerült a megyei értékek listájára. A tiszaszalkai általános iskolások képviselhetik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét május 19-én a parlamentben, a diákok számára megrendezett országos értéktárvetélkedőn. Ötödik alkalommal rendezték meg Nagyhalászban az országos baptista sakkupát. A Csuha Antal Baptista Általános Iskolában 18 intézmény, 185 diákja ült asztalhoz. A fiatalok 5 korosztályban mérték össze tudásukat. A Nagyhalászi iskola is részt vesz a Polgár Judit neve által filmjelzett sakkpalota programban. A sakk oktatása mellett évente egy országos versenynek is otthont ad a Csuha Antal Baptista Általános Iskola. Az 5. országos baptista sakkupára 18 intézményből érkeztek versenyzők. A Nagyhalászi iskolában 5 évfolyamban tanítják a sakkot, a diákok közül pedig többen is kiemelkedő eredményeket érnek el rangos hazai és nemzetközi versenyeken. Tanulóink minden éven eljutnak az országos versenyekre, országos döntőbe jutnak általában egyén és csapatszinten is, úgyhogy nagyon szép eredményeink vannak. Az idén 13. volt a legjobb, és a mi tanulónk az egyik olyan kislány, aki ugyan magántanulóként vesz részt az oktatásban, mert ő már a nemzetközi porondon világranglista első ötjében helyezkedik el. Demeter Dorina az elmúlt év novemberében vezette a korosztályos világranglistát. A fiatal sakkozó felkészülése megfelel a 21. század követelményeinek. Én Skype-on szoktam edzeni, vannak a gépen anyagjaim, vannak programok, amiken szoktam sakkozni, és napi körülbelül 3-4 órát. Gunyez Zoltán sakkoktató szerint a fiatalok nem csak a sportágban, hanem a tanulásban és a civil életben is sok hasznát látják a tábla mellett tanultaknak. A gyerekek nagyon sok mindent profitálnak a sakkból, megtanulnak koncentrálni, megtanulnak folyamatosan dönteni, hiszen a sakkpartiban lépésről lépésre döntést kell hozni, megtanulnak helyzetet, állást, azaz az élethelyzeteket értékelni, ehhez képest tervet kidolgozni, mind a partiban, mind az életben, és ennek összes hozadékát kamatoztatják majd későbbiekben, középiskolában és egyetemen és az életben. A nagyhalászi versenyen a fiatalok 5 korosztályban mérték össze tudásukat, és a szervezők az edzők kísérők számára is rendeztek egy villámtornát. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága ebben az évben is megrendezi a Magyar Kupa idei kiírásában legtovább jutó csapatok részére a megyei elődöntőket, majd döntőt. Június 7-én a Raka Maza Baktalórendházát, a Nyírkarász pedig a Balkányt fogadja. A győztesek a tervek szerint június 14-én a Nyíregyházi Városi Stadionban döntik el a kupa sorsát.
A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága az elmúlt évben első alkalommal rendezte meg a Magyar Kupa megyei döntőjét. A sorozat átszervezése miatt az alacsonyabb osztályú csapatok nem kerültek fel az országos főtáblára, viszont a két legjobb együttes egy pénzdíjas mérkőzésen mért összetudását. A tavalyi döntő, amelyen a Rakamasz 3-1-re verte a Sínyőt, mind a szurkolók, mind a csapatok körében sikert aratott, így az igazgatóság a folytatás mellett döntött. A csapatok is érdeklődtek, hogy lesz-e megint a megyei Magyar Kupának egy úgynevezett kifutása, hogy megtudják-e idén is, hogy a Magyar Kupában melyik volt a legjobb megyei csapatunk. És nem titkoltan azért azon is felbuzdultunk, hogy tavaly majdnem 1000 ember, vagy közel 1000 ember előtt a Városi Stadionban egy nagyon színvonalas mérkőzés játszott a Rakamasz és a Sínyő, és így a csapatok igényeivel is teljesen találkozott a mi elgondolásunk. Ezért gondoltuk azt, hogy annak ellenére, hogy idén már a megyei Magyar Kupából ugye 3 csapatot fel tudtunk adni a főtáblára, az országos főtáblára, és a Baktaló Rántháza ugye rendkívül sokáig menetelt, olyannyira sokáig, hogy az amatőr kupa döntőt is játszhatott. Ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy a legjobb 4 magyar kupaban versenyben lévő csapatnak megrendezzük ezt a megyei Magyar Kupa döntőt. A legjobb 4 között 3 megyei első osztályú együttes mellett egy megyei másodosztályú csapat is található. Volt a 3 országos főtáblára feljutó csapat, a Baktaló Rántháza mellett a Balkány és a Rakamasz, és akik kiestek velük szemben az utolsó megyei selejtező körben, ott volt 2 megye 1-es és 1 megye 2-es csapat, és úgy gondoltuk, ez a sportszerű, hogyha a gyengébbik osztályi csapatát kérjük fel 4. résztvevőnek az elődöntőbe, és így esett a Nyírkarászra a választás. A 2 elődöntőt június 7-én rendezik meg, a Rakamasz a Baktaló Rántházát, a Nyírkarász pedig a Balkányt fogadja. A győztesek a tervek szerint június 14-én a Nyíregyházi Városi Stadionban lépnek majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Folyamatosan nő a munkahelyi balesetek száma 2013 óta. Tavaly például mintegy 23 ezer ilyen baleset történt Magyarországon, amelyből 80 halálos volt. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az építőiparban és a feldolgozóiparban történik a legtöbb halálos munkabaleset, amelyek hátterében elsősorban a figyelmetlenség és sok esetben a megfelelő tájékoztatás hiánya áll. Jelentős a szakember hiány az éttermekben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A szakképzett munkaerő nagy része Dunántúlon vagy külföldön dolgozik, ezért szakácsot, konyhai kisegítőt és felszolgálót is nehezen találnak a helyi vendéglátóegységek. Pedig ez a szezon elején különösen fontos lenne. Nyíregyháza lett az év városa 2016-ban. Az Utazó magazin idei szakmai és közönség szavazatai alapján immár 3. éve a Szabolcsi megyeszékhely hozta el az elismerést. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Pedig tagja lett a Turisztikai Világszervezetnek. A rangos elismerésekről ma tartottak sajtótájékoztatót a Városházán. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 16-án kedden. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Anticiklon alakítja időjárásunkat, észak felől egyre szárazabb levegő áramlik térségünk fölé. Az esti órákban még változóan felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, majd csökken a felhőzet, és éjszaka már nem valószínű csapadék. Az északkeleti szél időnként megélénkül, este még a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős, napos időre van kilátás, csapadék nélkül. Az északkeleti szél időnként megélénkül, délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét végéig jobbára napos, meleg, tavaszi időre számíthatunk, csapadék már nem valószínű. Enyhék maradnak az éjszakák, a nappali felmelegedés mértéke pár fokkal emelkedik. A hét végén, jövő hét elején egy hullámzó hidegfront hatására viszont ismét változékonyabbra fordul az idő, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de számottevő lehűlés nem valószínű.